Üdvözöllek benneteket! Aktuális feladatunkban az arányos osztást fogjuk gyakorolni. Nézzük a feladatunkat. Egy lakóépületben 4 lakás van. Az első lakás területe 45 négyzetméter, a másodiké 60 négyzetméter, a harmadiké 35 négyzetméter, a negyedik lakásé pedig 70 négyzetméter. A vízszámla az egész lakóépület számára 4200 dinár, és azt a lakók a lakások területeinek arányában osztják. A kérdés, mekkora a negyedik lakás vízszámlája? Amivel el fogunk indulni, hogy külön válasszuk az első 3-at, illetve a negyediket, hiszen bennünket csak a negyedik lakás vízszámlája érdekel. A feladat nem kérdezi, hogy mennyit kell az első, a második, illetve a harmadik lakó, hogy fizessen, csak a negyedik. Az első 3 lakás területe tehát, összeadjuk a 45-öt, a 60-at és a 35-öt, és megkapjuk, hogy a 140 négyzetméter. A negyedik lakás területe 70 négyzetméter. Ezek szerint a 4200 dinár két részre kell osztanunk. Az egyik arány a 140 négyzetméter, a másik arány pedig a 70 négyzetméter. Nézzük akkor, az első 3 140-szer valamennyit fizet, ezt a kis egységet jelöljük K-val. A negyedik lakás 70-szer valamennyit fizet, úgy szintén ezt a kis egységet K-val jelölöm. Ha most ezt a kettőt összeadom, 140K plusz 70K, az 210K. És ez a 210K, tehát a 210 egység, valójában ez a kis K a négyzetméterenki pénzösszeg lesz. Mennyit kell, hogy fizessenek összesen? 4200 dinárt. Tehát most kerül a képbe a 4200 dinár. Ebből a kis egyenletből a K-t úgy kapjuk meg, hogy a 4200-at elosztjuk 210-zel. Láthatjuk, hogy 0 található a végén, azt rögtön egyszerűsítsük le, és ha 420-at elosztom 21-jel, észrevehetjük, hogy a 42-ben a 21 megvan kétszer, meg ezt a nullát, ha utána írom, akkor megkapjuk, hogy a K az egyenlő 20. Valójában, mivel dinárt osztottunk, tehát 20 dinár, megkaptuk a négyzetméterenkénti fizetendő összeget. Jöjjünk vissza. Igaz, hogy nem kéri a feladat, de azért számoljuk ki, hogy az első 3 lakás ezek szerint 140-szer K, most már tudjuk, hogy a K 20, tehát 140-szer 20, 2-szer 140 az 280, és egy nullát, ha utána írok, az 2800 dinár. És a lényeg most következik, 70-szer K, tehát a negyedik lakás, 70-szer 20, 2-szer 7 az 14, meg még 2 nulla az 1400 dinár. Valójában azért számoltuk ki mind a két részt, ha most ezt összeadjuk, ellenőrzésképpen visszakapjuk-e a 4200 dinárt, igen, tehát látható, hogy jól számoltunk. Ugyanezt a feladatot talán egészen röviden is, kilogikázva is meg lehetett volna oldani. Ha megnézzük a részeket, láthatjuk, hogy a 70 az egy egység, a 140 pedig 2x 70, tehát két egység. Valójában akkor a 4200-at 1 meg 2 az 3 részre lehet felosztani, és ha felosztjuk 3 részre, akkor a negyedik lakás kap 1400 dinárt, míg a másik 3 a maradékot, amit jelen esetben ki sem számolunk. Tehát ugyanez a feladat szinte egy sorban megoldva láthatjuk ugyanazt az eredményt adta. Már csak az maradt, hogy beírjuk a válaszunkat, a negyedik lakás vízszámlája 1400 dinár. A második módszer sokkal, de sokkal egyszerűbb, az első módszer viszont úgymond univerzálisabb, hiszen ebben az esetben a 70 és a 140 speciális számok, tehát itt tudtuk használni a rövidebb módszert. Ha például itt most 71 és 140 3 lett volna, tehát egészen más számok, már ez a második módszer nem biztos, hogy működött volna. Természetesen mindenki saját magának eldöntheti, melyik módszerrel oldja meg a feladatot. Köszönöm a figyelmeteket!